Sziasztok! Ez most megint nem ilyen klasszikus recept videó lesz, hanem csak ilyen, tehát hogy a konyhába hogy dolgozzatok, hogy gazdaságos legyen. Ugye evédre kellett valami ebéd, mert itthon vagyok a lányokkal, csináltam egy paradicsom salátát, és ezt most nem petrezsérmel, hanem bazsalikommal, mert ugye van egy csomó, csináltam ezt a pirított új burgonyát, majd belinkelem a Parisarinak is, meg ennek is a videóját. Ezt ugye főzés nélkül csak így jó megpirítottam, és brutál finom. És volt a hűtőbe, ez 30 deka, a sertés comb, azt hiszem a hentes tokányt csináltam, és amit abban ugye nem vágok bele, ilyen inas, meg zsíros részek, azokat leszoktam darálni, hogy jó lesz még akármire is, de 30 deka hús, kevés, mondjuk egy kis fasírtot lehetne, de én nem vagyok egy nagy fasírtos, ahhoz, hogy mondjuk így négyen az asszonnyal meg ebédeljünk. És a múltkor, amikor valami csirke mellett csináltam, akkor ugye vágtam le a csirkéből a részleget, maradt két ilyen nagy, ez 40 deka. De még ez is, hogy 10-10 deka hús fejenként, hát épp elég, de nem azt mondom, hogy hú, de jól lehet lakni. Viszont 70 deka hússal, meg pont tökéletesen szerintem, hogyha csinálok belőle 8 darab kis ilyen húsgolyót, hogy összedarálom. Nekem van hamburgerprésem, én most azzal fogom megcsinálni, de akinek nincsen, az simán így kézbe. Ugye ha 8 felé szétosztja, az olyan 15-16 deka hús fejenként, az már elég kell, hogy legyen. És most ugye annyit csinálok, hogy fogom a kis húsdarálómat, és a sertéshúst azt a legkisebb rácson, a csirkét meg egy kicsit nagyobban, az nem baj, ha jobban érződik. Ledarálom és összekeverem, egy pici fűszerrel, majd azt mindjárt kitalálok rá valamit. De a lényeg, hogy ebből most csinálok egy ilyen vegyes darált húst, mert ha csirkemellből csinálnék, csak az ugye önmagában száraz, tehát abból nem lesz igazán jó vagdalszerűség. Ez meg már elég zsíros, a kettő együtt meg szerintem egy teljesen jó ízt fog kihozni, és már is megvan az ebéd, úgyhogy tulajdonképpen amik maradtak az előző főzésekből alapanyagok, azokat felhasználom, és egy teljes értékű ebéd lesz belőle. Na megvan, és most így ez biztos, hogy ilyen, szerintem ilyen 20%-nál nem lesz nagyobb zsírtartalma, ugye itt van a kicsit durvább mell, itt van a, és még nézzetek meg, ez se túl zsíros vagy túl csúnya. Hát ugye kinek ízlése szerint kell bele só, amennyit gondoltok ehhez a mennyiséghez. Teszek bele egy pici köménymagot, egy ilyen késhegynyi őrölt fahéjt. Csak hogy a ízesítésben sem mindig ugye a szokványos magyarosat csináljuk. Őrölt kardamom magból is teszünk bele egy kis késhegynyit. Ez egy ilyen kis indiai stílusú lesz most ízesítés szempontjából. És akkor ugye az elmaradhatatlan gyömbérporból egy keveset. Szintén elég egy ilyen késhegynyi mennyiség. És hát én egy nagyon pici fokhagymával még. Szintén egy késhegynyi fokhagyma granulátum. És ezt most akkor összekeverem, és hamburger présben. Hát összekeverés után megnézem, hogy elég sós-e, és hamburger présben szépen kiformázom. És ha kész vannak a pogácsák, akkor lehet egy serpenyőt melegíteni. És hát én olívaolajon szoktam, és szépen csak meg kell sütni, és tulajdonképpen kész is van az ebéd. És itt csináltunk egy ilyen kis indiai feelinggel fűszerezett vegyes sertéshús pogácsát, meg a köretet. Szerintem ezt megint bárki meg tudja csinálni, akinek van húsdarálója, de esetleg kutterrel mi meg lehet próbálni összevágni, de ezt az inasabb sertéshús, ezt valószínűleg sajnos azzal nem lehet. Ja, és még valami, a múltkor egy ilyen gíroszosnál, a Osannál vettünk gíroszt, és hamburgert is árultak, és épp csinálta a hamburgert húst, hát biztos, hogy nem szakács volt, hanem oda felvett ember, és azt láttam, hogy így egyfolytában így nyomogatta, tapogatta. Nem kell, jó? Tehát, hogy egy szép egyenletes vastagságú, nem tudjátok, egyet megfordítok, itt látszik, amikor már kezd átfehéredni, akkor már
ugye majdnem jó. De nézzétek meg, látjátok, most ezt visszafordítom, mert még ennek egy picit sűrnie kell, de gyönyörű szépen, egyik oldala megpirul, átfordítod, másik oldala megpirul, és kész van. Jó, tehát ne nyomogassátok, mert az összes húslét kinyomjátok belőle, és egy száraz valamit fogtok enni. Nézzétek meg, milyen gyönyörű kis ropogós külseje van ennek a sertés csirkevegyes húsnak. Én csináltam már máskor is hasonlót, úgyhogy nem először csinálok ilyesmit, na most már csak megmutatom az egyik megtalálva. A Johnny haverom már türelmetlen, úgyhogy ameddig sűl a következő hús, addig ugye beteszteljük ezt. Figyeltek! Ahhoz képest, hogy ezt külön-külön sa a csirke, sa a disznó nem lett volna elég egy ebédre, így meg csináltam belőle egy ilyen indiai ízvilágú vegyes húsfogászát, kis kalival, uborkával, ahhoz képest egy brutál jó ebéd. Úgyhogy nyugodtan csináljátok meg, ha így van, vagy gondolkozzatok mindig, hogy hogy tudtok egy kicsit gazdaságosabban működni a konyhában. Jó étvágyat kívánok hozzá, jó főzés, könnyű kajákat, sziasztok!